Hey, Lucia, szevasztok! Remélem, minden működik. Szia, Leila! Mézu csaj, szi... Azt, te bűnös mindenétek hozzá, hiszen legyen? Lol. Nem csoda, hogy nem látok ki rajta. Mizu, mizu, mizu! Kellemes szombat délután mindenkinek! Már jöttem! Szia, anya! Csáros srácok, meg kell vakarni. Itt van. Ennyi. Meg kell akarni a szememet, mert nem látok. És ez egy elég komoly probléma. Ja. Hogy mi van rajta? Azt nem tudom, de nem akar lejönni. Mi az Isten ez? De sok belül van. Valami pöttyök. Várjatok, van egy titkos fegyverem. Alkoholos törlökendő, yeah baby! Titkos fegyver, kínálva tisztító spray. Jaja, az is jó, az is jó. Amazonon volt ilyen alkoholos törlökendő akcióban. Már jó pár éve. Nyilván mondom, kipróbálom. Szia Mika! Mezó! És jó cucc! Jó cucc! Bele lehet rakni a tatyóba, úgyhogy bármikor, amikor úgy döntök, hogy már nem látok, akkor előkapok egyet, körben nyalom a szememet, aztán... Aztán van látok is. Tadám! Általában havonta egyszer, ha eszembe jut, hogy van ilyen kis törlőkendő. És látok! Csókolhatod! Az nyugkabörbe újság! Hello, hello! Csak a munka, azt mondod? Ah, ne is emlegesítek a munkát. Ott tartok, hogy fölmondok. Elegem van a főnök asszonyomból. Yeah. Ne beszéljünk a munkáról. Szombat van, főzősó van. Érezzük jól magunkat, gyerekek. Szevasz, Shadow! Melasszító! Kitartás neked, Mika? Ah, az kávé. Jó kis kávé. Megérkezett a tél hozzánk, srácok. 8 fok van kint. Úgyhogy hűsi van. Shadow. Ez jó, ez tetszik. Úgyhogy hűsi van ezzel. Én még mindig beteg vagyok, de már jobban vagyok. Már jobban vagyok. Már a tisztulási fázisban vagyok. Ugye még előfordulhat némi köhögés a mai live során. Előre is elnézést kérek. De már jobbulóban vagyok. Jobbulóban vagyok, srácok. És éhes, ma még nem ettem semmit. Köszi! Köszönöm szépen neked is, Shadow, meg lesz. Igen, ilyen nyálkás esős idő van nálunk is. Mikorra? Most a hét, jövő hét közepétől ígérik a hideg frontot. Szia, drága mezsó! Valamikor jövő hét közepétől ígérik a hideg front, az úgyhogy ilyen 4-5 fokok lesznek jövő héttől, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az éjségen készítettem csillis babot, nice! Hát én még csak nem is reggeliztem ma, ugyanis a Rui cica végre valahára oda telepedett rám hajnalban, amikor... Tapasztalt róka! Amikor Roli elindult dolgozni, hát ez már nem is hajnalban volt, hanem nem olyan 7 óra körül, ma elég későn indult Roli dolgozni. És nem volt szívem fölkelteni szegény cicát, úgyhogy most valamikor 3-11 körül sikerült kikászálódnom az ágyból, és nem volt idő venni. Szegény új cica. Szia, Mando! Szia, Narnia! Szevasztok, srácok! Mizu! Szegény cica elég stresszes volt, meg még mindig az, úgyhogy nem nagyon mer följönni az ágyra, csak ilyen kisebb időszakokra, meg az alvással is voltak gondok az utóbbi napokban, meg minden, úgyhogy nem volt szívem szegény két főkelteni, úgyhogy én ma még nem ettem, úgyhogy majd nagyon-nagyon gyors
chorizo, a spanyol kovászos nyoki. Ez. Ez ti egyik kedvenc kolbásza. Természetesen spicy. És ehhez teszek majd még egy kis extra chilit, mert hogy az tisztítja a szervezetet, öli a bacikat. És persze nagyon finom. Úgyhogy ez lesz majd a kaja. Ez ilyen pirított nyokki lesz. Ugye a leggyakrabban, hogy nyokki recepteket láttok, azok általában ilyen szószos, krémes, valamilyen ilyesmi. Én viszont most pirított nyokkit fogok készíteni. Na, meglátjátok, hogy milyen. Nagyon egyszerű egyébként. És nagyon-nagyon fincsi. És utána a Roli kérésére lesz sörbodában sült alma. És eszembe jutott, hogy miért ne kísérletezzünk valamivel, úgyhogy nem csak almát fogok sütni sörbuddában, hanem ananászt is. Van itt ananász konzervem, úgyhogy kipróbálom azt is. És azért csinálok így, amikor azt mondom, hogy sörbuddában, mert hogy nem sörbuddában fogom sütni az almát. Ugyanaz lesz a koncepció, csak sör helyett kopaberget fogok használni, ami egy ciderféle. Ez igazi cider, nem az otthoni ízesített mű cider. Bár nem tudom, lehet-e már igazi cidert kapni. De mindegy, ez igazi angol cider, ami gyümölcs sör. Igazából. A kedvencünk az epres lime-os, úgyhogy ezt fogom használni majd a sör bunda elkészítéséhez, sör helyett. Úgyhogy lesz benne egy pici csavar. És ugye a normál a sörbundát, ezt igazából ízetlenre szokták csinálni, nagyon pici sóval. Én viszont fűszerezni fogom, úgyhogy ez ilyen fahéjas, ciderös sörbunda lesz. Meglátjuk, milyen lesz végeredmény. Házírás, kell valami szórakoztató nézivaló, úgyhogy már vártam, hogy kezdődjön a live, de cuki vagy anya, kitart esteked a házihoz. Én is fogom ma tanulni délután. Elég sok lemaradásom van, úgyhogy ezt majd be kell hozni. Úgyhogy kitartás nekem a tanuláshoz, és majd előveszem szépen a tankönyveket. Yay! Jónak hangzik, ugye? Szerintem is tök jónak hangzik. Amiben alkohol van, csak jó lehet. Hát az a baj Narnia, hogy az alkohol az el fog belőle fáradni, mire megsül az alma. Úgyhogy nem túl sok alkohol marad benne. De hogyha marad ki esetleg egy kis cider majd a idézőjel sörbunda elkészítése után, azt mindenféleképp meg fogom inni. Tanulás előtt állok, agyam sincs hozzá. Kitartás neked is, Manó, mi ott tanulsz majd? Te, Petra, drága, te mit tanulsz éppen? Milyen házit írsz? Van azért kivételben a részek kötözködők. Van benne valami? Van benne valami? Na, de kezdjük el főzni, srácok, mert én olyan éhes vagyok, mint hat másik. Hol a nyukim? Itt. Lehet házi nyokit is készíteni, de nekem most ahhoz nincs a hangulatom, az nagyon sokáig tartana. Úgyhogy, tadám! A csaló nyokki. Teszünk oda vizet, mert így ezt meg kell főzni. Most csak a felét fogom megcsinálni, mert ugye a nyokki az egy olyan állat, ami frissen készítve jó. Úgyhogy majd a másik felét el fogom készíteni akkor, amikor már Roli jön hazafele. Úgyhogy majd friss nyokkival fogom hazavárni. Köszi szépen! Köszi! Rám fér! Mitől csak azt is csak elkészítette valaki valami? Hát... Úgy csaló, hogy nem házi. Viszont a dolgos háziasszonyok tudják, hogy egy-egy ilyen kis csalás az életmentő tud lenni egy-egy nagyon-nagyon mozgalmas hétköznapon. Vannak olyan dolgok, amikből kifejezetten nem szeretem a bolti verziót, viszont vannak olyan dolgok, amikből a bolti verzió nem csak hogy jobb, de egyszerűbb és / olcsóbb, mint hogyha házilag készítenéd el, és nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni az életedet. Ilyen például a tészta, mindenféle tészta, köztük van ugye a nyoki is,
Ilyenek például a konzerves babok, hogyha csak valami kajához kell valamennyi bab, akkor sokkal egyszerűbb elővenni egy konzervet, ugye leönteni róla a levet, hogyha nem szereted felhasználni. Bár van, amihez nagyon jó felhasználni a babnak a konzervlevét. Leszűrött kész, ott van a bab, nem kell éjszaka beáztatni, mosni, utána még megfőzni, és majd csak utána tudod használni. Tehát azért vannak ilyen csaló dolgok, amik jól jönnek, tényleg, és nagyon-nagyon meg tudják egyszerűsíteni az ember életét. Ilyenek például a leveskockák, a mindenféle zöldség, csirke, hal, gulyásleves kocka, vagy marha alaplékocka. Berelesz egy-egy ilyen kis kockát, nem kell alaplevet főzni. Persze, hogyha van rá lehetőséged, ugye én is szoktam alaplevet főzni, nagyon-nagyon sokszor, ugye a fagyasztóba gyűjtöm a mindenféle kis konyhai maradékokat, abból tök jó alapleveket lehet főzni, eláll a hűtőben egy hétig, és sok mindenhez fel lehet használni, de ugye amikor azt sem tudod, hogy hol áll a hajad, meg minden, egy-egy ilyen kis apró trükk az hasznos tud lenni. Manó, új munkahelyet vált. Na, minőségbiztosítási munkatársként kezdtem a tevékeny. Oha, lesznek a vizsgák. Ajaj! Megkeltem 145 város nevét, azonosító számát is, hogy melyik országban van. Ezen felül ugye megy a sulidés. Igen, logisztikai szállodatechnikum. És ott le vagyok maradva. 8 órában elutam, hogy épp haldokoltam tüdőgyúszíva. Ajaj! Hát akkor van mit tanulod, anya? Kitartás neked. Szomzatál nyokit, mert túl sok lett és felhasználod, akkor az is csalás, vagy az már házim. ugye ez nézőpont kérdése. Most így igazából, igazából azért is hangsúlyozom ki, hogy ez ilyen csalás, meg minden. Tudjátok, futtatjuk a YouTube-unkat is, ahol hát sajnos már ideje nem raktam főző videókat, de jönnek a videók, ne aggódjatok. Nem ígérem, hogy mikor, de jönnek a videók. Ott nagyon-nagyon szeretnek beszólni az emberek, hogy hát, ha már főző videót csinálok, akkor ne használjuk ilyen csaló dolgokat. Szeretem a közönségünket. És pont kaptam egy ilyen kommentet egyébként, úgyhogy csak így azért így. Na mindegy, szóval! Deszka, ami alá tegyünk, egy kis rongyocskát, hogy ne csúszikáljon nekem itt össze-vissza. Viszont ez nem az a fajta, amit szoktam használni. Úgyhogy ezt egy kicsit meg kell nyiszatolni. Mert ez túl nagy. Én ezzel tisztában vagyok. Általában nem is szoktam fölvenni az ilyen kommenteket, csak hát pár pillanat szerintem nem vagyok túl jó a mentális állapotban, köszönhető főnökömnek. Aztán így picit fölveszem most az ilyen dolgokat, úgy néz ki. Hashtag én sem vagyok tökéletes. Na, ebből a fele elég, mert hogy ez nagyon nagy, nem kell ilyen nagy rongyi. Közös házikhoz szerintem a fűszerezésre végéredményről szól. Figyelj, igazából szerintem a házikhoz az arról szól, hogy otthon főzöd meg. Most, hogy milyen alapanyagokat használsz fel hozzá, az szerintem rohadtul nem számít. Otthon főzöd meg? Igen, akkor házikhoz. Dan. Te vágod le a disznót! Pedig jó lenne. Én nagyon szeretem a disznóvágást, srácok. Plusz ugye én faluhelyen nőttem föl, mert mindig neveltük a saját állatainkat, meg blablabla bla, bla, minden. Úgyhogy hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy egy csomó olyan állatalkatrészt eszek, amit úgymond városi ember nem eszik meg, fogalmazzunk így, mert nincsenek hozzászokva, nekem hiányoznak. Most a héten Róli sütött kacsát szerdán, egész kacsát, és legnagyobb meglepetésemre a kacsába vissza volt töltve a belsőség. A nyaka, a szíre, a mája és az uzája. Gyerekek, én olyan boldog voltam, mint egy 5 éves a cukorodban, akinek azt mondják, hogy megvehetsz bármit, amit akarsz. Komolyan!
Itt angolik nem eszik meg az ilyesmit. Ugye nem tudom Magyarországon ez már mennyire ment ki úgymond a divatból, de biztos vagyok benne, hogy mindig lehet kapni zúzát, meg mindenféle aprólékokat, meg csontot, meg szárnyat, meg lábot, meg ismit. Itt nem lehet. Szárnyat lehet kapni, néha csirkemáját lehet kapni, de így pst, ennyi. De nincs sütőm, hát megveszem készen, kisütött, többnyire finom. Ennyi. Ennyi. Igazából ki kell tapasztalni, hogy tudod, hogy hol vedd meg. Tök jó dolog az. Na. Kedvenc kóbasz. Jó kis spanyol colizó. Levágjuk a végét. Ugye a nyokira azon írva, hogy elméletileg 2-3 adag. Hát én ezt felezni fogom, mert hogy mindketten nagy étkűek vagyunk. Ja, és a legjobb, minek raktam oda a vizet? Kicsit korán raktam oda a vizet. A legjobb, hogy a nyokkihoz nem sajtot fogok használni a tetejére, ugye meglocsolni, hogy legyen valami extra rajta, hanem csinálok salsa verdét, tószom. Hát nem, ez nem igazán szósz, ez ilyen rá, feltét, maradjunk annyiban, feltét. Ami, hát majdnem minden mediterrán országnak megvan a maga salsa verdéje, ez igazából zöldfűszerekből készült feltét, ilyen szósz, ilyen öntet a kajákra, és azt fogok készíteni, ami szerintem ehhez a fajta csorizós nyokkihoz tökéletes. A tyúkleves nem tyúkleves, gyerekek, a tyúklába, a feje és a minden nélkül. Tehát a baj, hogy belemegy minden, az úgy az igazi. Szükségem lesz egy kis paprikára. Mert miért ne? Ó, az a kolbász, az nagyon kincsi. Enyhén csípős, kellemesen fűszeres. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon emlékeztet a magyar félszáraz kolbászra, tehát ez nem teljesen száraz, félszáraz kolbászra. Picit más a fűszerezése, de nagyon-nagyon finom. Ami egy adagnak elég lesz. Ú, olyat fogok zabbantani, hogy jaj! Napszállított a paradicsom. Már ha ki tudom nyitni. Nyakáért külön harcok volt. Mi anyummal kifejezetten szeretjük a csirkeláb levest borsóval. Semmi más húsfélét nem rakunk a levesbe, csak csirkelábot. Legjobb. Legjobb dolog a világon. Imádom. Ilyen napszállított a paradicsomból kismillió félét lehet venni. Biztos vagyok benne, hogy otthon is nagyon sokféle fajta megtalálható a polcokon. Javaslom, kísérletezzetek, próbáljátok ki különféle márkákat, ugyanis mindenki másként fűszerezi. Van sima is, ami egyáltalán nincsen fűszerezve, csak a la natura maga a paradicsom. Én azt szeretem, ami egy picit fűszerezett. Ez például fokhagymás, meg van benne kaprifogyó is. Nagyon-nagyon fincsi. Ez Lidl-es, nem tudom, otthon ez a fajta van-e. Én nem szeretem. Az olajat föl fogjuk használni. Ugye? A kis ujjacskák? Nagyon szeretem. Az a mázli, hogy itt Angliában ugye elég sokféle fajta ország képviselteti magát,
így módon nagyon sokféle fajta bolt is létezik. Ázsiai boltokban lehet venni csirkeaprólékot. Nem túl gyakori, elég drága. Azt vicsi, de lehet kapni. Mi kell még nekem? Fúkhagyma. Új kísérletet folytatásztik el. Ecetes fokhagyma. Ez kínai recept. A fokhagymát azt így eszik a kínaiak ilyen savanyúságként igazából. Amint látjátok, egy picit be vannak kékülve, az a jó. Szerintem még kell neki majd pár hét, mire elkészül. Akkor lesz az igazi, hogyha az összes kis fokhagyma ilyen nagyon-nagyon sötét, ilyen kékes-zöldes színű lesz, alig várom már. Nyom-nyom-nyom! Szóval, fokhagyma. Ha már úgyis darabolok, akkor gyorsan összevágok mindent a szalsza verdéhez is. Elkékül! Jaja! Szevasz Robin! Bezomizó! Na, ebből kell nekem egy pár gerezd. Köszönjük szépen, Robin! Igen, visszatértünk. Végre visszatértünk. Ugye úgy volt, hogy lehet, hogy a mai főzős soha elmarad, mert eredetileg Rui cicának tegnap lett volna a műtétje. Csak annyira fölhergelte magát a macska, hogy nem tudták elaltatni. Mert egész pontosan nem tudták lenyugtatni eléggé ahhoz, hogy el tudják altatni a műtéthez. Hogy hétfőre lett halasztva a műtét. Aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Hát az túlzás, hogy minden rendben van, még Rui cicával vannak gondok, de elméletileg az utolsó műtétje lesz hétfőn, utána már minden oké lesz, amennyire oké lehet. Uh-huh. Igen, ugye reggel 8:15-re vittem a cicát, és nem tudom, 12:15 körül hívott a doki, hogy ne aggódjak, nincsen semmi baj. Mondom, hogy figyelj, ha így kezded a beszélgetést, akkor már aggódok. Azt mondja, nem, tényleg nincsen semmi baj, minden oké a macskával, de van egy kicsi gond. Mondom, figyelj, a kommunikációs képességeden egy kicsit javítanod kellene, mert egyre jobban megijesztesz. Egyébként nagyon jó fej a doki. De nem volt gond, csak ugye nem tudták lenyugtatni a macskát. Úgyhogy mondta a doki, hogy ugye ahhoz, hogy el tudják altatni a macskát, ahhoz először le kell szedálni, és hogyha eléggé megnyugszik, akkor utána altatják el. Ugye ez egy eléggé durva műtét, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy a macska még véletlenül sem mozduljon meg műtét közben, mert különben megvakulhat a másik szemére, meg egyéb komplikációk lehetnek. Viszont Rui cica olyan szinten fölhergelte magát, hogy egyszerűen nem hatottak neki a nyugtatót, tehát nem kábult be tőle. Még órák után se. Megkapta a maximum adagot, amit megkaphat, és a macska az totál ébren volt, ki akarta kaparni mindenkinek a szemét, totál kész volt a cica. Úgyhogy mondta a doki, hogy hát jó, és nincs más választás, hozzam haza, mert ma már nem tudják megműteni, és majd hétfőn visszatérünk rá, és hétfőn majd úgy lesz, hogy ugyanúgy 8:15-re viszem a cicát,
és még amíg ott vagyok, azonnal, amikor bemegyünk, azonnal elkezdik nyugtatózni, hogy ne legyen ideje felhergelnie magát igazából, úgyhogy meg egy kicsit más gyógyszerekkel próbálkoznak majd, amik elméletileg gyorsabban kiütik. Úgyhogy csak azok egy kicsit drasztikusabb a gyógyszerek, és ugye mivel Ruicica nem reagál túl jól az altatásra, mert igaz, hogy nem akar elaludni, de utána meg nem akar fölébredni. Úgyhogy a kevésbé agresszív megoldást próbálták pénteken, hát az nem működött. Úgyhogy hétfőn benyugtatózzák, maradok vele addig, ameddig meg nem nyugszik, meg be nem alszik, és utána megy majd az igazi altatás, meg minden. Az a baj, Leila, hogy nem tudunk neki itthon bogyót adni, mert ugye hiányzik az áll kapcsából egy darab csont, és nem tudjuk kinyitni a száját anélkül, hogy fájdalmat okoznánk neki, úgyhogy nem tudunk neki fizikailag gyógyszert, tablettát adni. Enni nem ehet a műtét előtt, úgyhogy azt se tudjuk megcsinálni, hogy kajába rejtjük neki a gyógyszer, úgyhogy nem tudunk neki semmiféle fajta nyugtatót adni itthon. Meg ugye az kérdés, hogy az mennyire szívódik fel, ugye addigra, mire odaérünk, meg minden, hogyha bármit adunk neki itthon, az befolyásolja az, hogy mit adhatnak neki ott. Úgyhogy a legegyszerűbb megoldás, itt van az általános orvos egyébként tőlünk 5 percnyire, hogy fogom a macskát, beviszem, és ott azonnal megnyugtató neki. Itthon az az érdekes, Mika, hogy ugye amikor felvettem a cicát, azt mondták, hogy valószínűleg kell neki egy óra, mire megnyugszik annyira, hogy a gyógyszerek kiüssék, de ijedjek meg, egyik pillanatra a másikra valószínűleg be fog aludni a macska, és aludni fog órákon át, úgyhogy ne ijedjek meg, aludni fog a macska. Ruicica egyáltalán nem aludt. Amit aludt, az, amit láttatok képet, egy-egy pillanatra bekómált, például amikor szaladt föl a lépcsőn, így ennyi. Van róla egy videóm, ugye, amikor már kezdett kitisztulni a szervezete, akkor ugye adhattam neki enni. A macska az feküdt, tehát a testének az alsó fele az feküdt, a két mellső lábán tartotta magát és úgy evett. Meg utána odament a kaparófájához és kaparás közben így bealudt egy pillanatra. De olyan szinten küzdött a macska a gyógyszerek ellen, hogy egész délután nem aludt fizikailag. Még a cica hordóban szundizott egy durván fél órát, és így ennyi, amit aludt a macska. Nagyon-nagyon durva, úgyhogy hívtam, nem tudom, 6 óra körül az állatorvos, hogy figyelj gyerekek, valami van a macskával, van olyan szinte stresszes, annyira ki van, hogy még mindig nem aludt. És azt mondták, hogy ez lehetetlen, mondom, de a macska még nem aludt. Jó, majd visszahív az állatorvos. És tegnap este nem bírtak visszahívni, mert elfelejtették átadni az üzenetet az állatorvosnak. Na mindegy, ma reggel hívott Alex, az állatorvosunk, és azt mondta, hogy aludta a macska. Mondom, nem aludta a macska. Amikor először láttam aludni, az ilyen hajnali egy órakor volt, de akkor is durván fél órát aludt a macska. Én egész éjszaka fönt voltam a cicával. Mondom, az elmúlt 24 órában talán, ha 2 órát aludt a macska. Mert hogy a műtét előtti éjszaka, egész éjszaka fönt volt ez a kis hülye, ugyanis játszani akart. Annyira jól érezte magát, hogy tele volt energiával, egész éjszaka játszani kellett vele. Úgyhogy nem aludt a csütörtökön éjszaka a macska, úgyhogy 24 óra leforgása alatt talán 2 órát, hogyha aludt össze-vissza a macska, és azt mondja, hogy ő ilyet még életében nem látott. Van ilyen, hogy olyan szinten bestresszeli magát az állat, hogy nem hatnak a nyugtatók, De ilyet ő még nem látott, azt mondja, hogy ez kihetetlen, hogy a macska ennyire, nem tudom, vagy ellenálló a szervezete, vagy olyan szinten tele volt adrenalinnal, vagy annyira erős az akarat ereje, hogy nem, egyszerűen nem ütötte ki semmi. Most reggel, miután Roli elment, Rolival aludt egy kicsit éjszaka, tehát ilyen durván, nem tudom. Mondjuk valamikor én is bealudtam, de akkor hallottam, hogy motoszkál a cica. Mindegy, éjszaka valamennyit aludt, nem sokat. Szerintem így én elaludtam valamikor 2 óra körül, akkor még hallottam, hogy lerohan, nem szokott aludni. De Rolival szundizott egy kicsit a macska. Na mindegy, amikor Roli elment dolgozni, akkor rám feküdt a cica, és akkor így klatj. Szevasz, kész. 7 órától
a 3-11-ig egy húzomba aludt a macska. Úgyhogy az volt az első, hogy aludt, úgyhogy mondtam is Alexnak, hogy most látszik a macska, úgyhogy ezzel azt mondja, hagyjuk nyugodtan pihenni, ha lehet maradjunk minél inkább csöndben, úgyhogy megnyugodjon, kipihenje magát. És utána holnap minden visszaállhat a normál kerékvágásba, és akkor hétfőn reggel lehet vinni a macskát az ádoló, és jó lesz. Folyékony, az a baj, hogy amiük van, az ilyen fecskendős cucc, amihez megint ki kell nyitni a macskának az állkapcsát, és úgy bele a szájába, amit megint nem tudunk megcsinálni, mert fáj neki. Nagyon, nagyon érzékeny az álla. Úgyhogy nem, itthon nem gyógyszerezzük, nem is jó, hogyha műtét előtt itthon gyógyszereznénk, tehát ez embereknél is csinálják meg azt, hogy otthon te figyelj, vedd be a tabletát, aztán majd gyere be, elaltatunk. Ez nem így működik, gyerekek. Mi macskának csak, szóval lehet gyógyszert beadni, néha azt is csak bódításban. Ugye? Ugye? Van ilyen. Van ilyen sajnos. A Rui egyébként érdekes módon ő az a szabad lelkű macska, ez tény, viszont ugye amíg csövön keresztül kellett etetni, meg ugye a nyakát kellett tisztán tartani, meg a száját, meg minden, hagyta magát szépen. De hogyha arról van szó, hogy gyógyszer, no. Van olyan fájdalomcsillapító, meg gyulladásgátló, amit be tudunk neki adni simán, de csak azért, mert az teljesen íztelen. És bele tudjuk csempészni a kajájába, de így kb. Ennyi. Minden más az injekciós kell, hogy legyen, mert nem tudjuk beadni neki. Főleg így most már, hogy ugye az állkapcsa az úgymond kompromittálva van. Még a dokik is ugye nagyon óvatosan bánnak vele, mert még azért elég friss az a csontkivétel, meg minden még. Azt mondta a specialista, ugye, aki a műtétet csinálta neki, hogy durván 6-8 hónap, mire beáll majd az álla a végleges formára, ugye, mivel nincs, ami formában tartsa ugye az állkapcsát, mert hiányzik egy darab csont, így el fog deformálódni ez a két csont, tehát nem fognak egyenesen állni, már nem állnak egyébként egyenesen, hanem így szépen be fognak fordulni, aminek az a következménye, hogy itt az ízületi tok, ez feszül. Mert ugye kifele áll a csont, más a szögben áll a csont, mint egyébként kellene, és az idő, amíg átáll, és addig fáj neki, ugye, hogyha erővel nyitjuk ki az állkapcsát, hogy ez sajnos ilyen srácok. Rui cicáról tudjuk, hogy eléggé akaratos a kis lelkem, megvan a saját kis elképzelése arról, hogy mi az, amit hagy, és mi az, amit nem hagy. Amit nem akar hagyni, azt nem hagyja. Úgyhogy nem könnyíti meg a dolgokat. De hál' Istennek most már a dolgok vége fele járunk. Ez az utolsó műtétje. Utána ugye még lesznek utóvizsgálatok, ez az amaz, de ténylegesen elméletileg ez az utolsó, ami úgymond ilyen műtéti beavatkozása lesz a cicának. Úgyhogy csak ezen kell valahogy túl lenni, úgyhogy hétfő reggel srácok, hogy szorítson nekem, léci. Vettünk neki egyébként ilyen mindenféle tölcséreket, ugye, amit majd viselnie kell, hogy ne piszkálja a szemét, ugye addig, ameddig meggyógyul. És Rui vett egy nagyon-nagyon cukit, úgy néz ki, mint egy fánk. Meg is mutatom, nagyon cuki. Van többféle is, mert ugye Rui nem szereti az ilyen tölcséreket. De a legcukibb, amiben bízunk benne, hogy ezt majd sikerül rárakni, az ez. Úgy néz ki, mint egy fang. És ez lesz a kis nyakán. És ez nagyon cuki. Ups. Nőstény, engem kérdezel, Mika? Annyit dumálok, srácok, hogy nem haladok semmivel nem haladok sehova a főzéssel. Itt éhezek. Kiszerem a vastag szárakat.
Ennyi. Visszabekapcsolom. Most már lehet. Olyan, olyan cuki! Szerintem is nagyon cuki, hogy nagyon remélem, hogy ez jó lesz. Ugye, akkor majd odafigyelni, hogy a szemét azt ne piszkálja, ugye, amíg a varatok gyógyulnak. Úgyhogy muszáj lesz valamit majd rakni a nyakára. Úgyhogy remélem az elég lesz, hogy ne érjál, és az olyan cuki. Uszogulja valami ilyesmi. Igen, Rubicit a lány. Ilyen tarka macskák azok csak lányok lehetnek. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy fiú cica ilyen háromszínű. Nem is tudom, hogy egyébként lehetséges-e, hogy háromszínű legyen fiú cica. Azt tudom, hogy vörös cirmos azok főként fiú cicák, de előfordul nőstény is. De abban nem vagyok biztos, hogy ilyen teknőc tarka az lehet-e hím. Nem hiszem, hogy lehet. Ugyanaz a helyzet a háromszínűvel, mint például Kemi. Azt hiszem, azok is csak nőstények lehetnek. De nézzetek rá Google-on, nem vagyok benne biztos, nem akarok hazudni. Na, szépen felapítjuk a petrezselyem zöldünket a salsa verdéhez. Ez mehet a nagy tálba. Ezen kívül nagyon sokféle nagyon sokféle fajta verziója létezik ennek a finomságnak. Igazából sokféle zöldfűszert lehet belerakni. Az olaszok nagyon szeretnek bazsalikomot hozzátenni. Én viszont most mentát rakok bele, egyrészt azért, mert még mindig beteg vagyok, másrészt azért, mert szerintem a menta nagyon-nagyon jól passzol az ilyen fűszeres kolbászhoz. Úgyhogy én bazsalikom helyett most mentát rakok bele. Van, aki egyébként rukkolát használ hozzá, ugye ennek egy eléggé jellegzetes ilyen borsos íze van. Ez egyébként a két leggyakoribb zöld fűszer a petrezselyem mellett a bazsalikom, friss bazsalikom vagy rukkola. Úgyni. Ezen kívül kihagyhatatlan hozzávaló a sózott szardinia vagy ancsovíz. De nagyon ritka és problémás. Jó sejtettem. Rendellenesség a technősztorka, egy fiú macska. Jól emlékeztem. Szóval az ancsovíz az nem más, mint brutál módon sózott a mini szardinia filé. Szia, Setuiz. Nem tudom, hogy kell kimondani a nevet. Szia, köszönjük szépen a csatlakozást, üdvít nálunk. Szia, Tagaron, szia, mi újság? Hogy vagy? Igen, nagyon finom. Sokan ugye nem szeretik a halat, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ennek nincsen halíze. Ez az úgynevezett, ugye az az ötödik íz, amit adja, ezt az umami ízt, amellett, hogy sós. Észre sem fogjátok venni benne egyébként, hogy benne van, nincsen halíze. De nagyon kellemes, krémes utóízt ad. Nagyon fincsi. Jó, fel kell tudni mozni. Ahogyni. Na már most, a másik hozzávaló, ami
eléggé változó, hogy ki mit használ, az a sav. Na már most, ugye minden egyes saláta öntetnek, két alap hozzávalója van, a zsíradék, az az olaj, és valamiféle fajta sav. Na, mi lehet a citromsav, ugye például friss citromból, limeból, narancsból, ebből, abból, amabból, lehet ecetsav mindenféle ecetféléből, és saláta öntetnek használnak még mustárt is, ami ugye megint ecetsav, mert a mustár az ecetes, mindig. Viszont a mustár ugye ad neki egy extra ízt is. Én most, mivel ehhez a kolbászos cuccoz fogom használni, a szimpla, úgymond tradicionálisabb citromlé helyett pörös borecetet fogok használni, amitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom lesz, és ugye a vörös bor az illik a paradicsomos vörös hús dolgokhoz. Lásd, kolbász. Ennyi elég lesz. Ezt majd elcsomagolom. Umami. Azaz, igen, az umami. Ebben van só, úgyhogy sót nem teszek hozzá, viszont teszek hozzá borsot. Közben ezt bekapcsolom, mert lassan elkezdem sütni majd egy kis kolbászaimmal. Ne sajnáljátok a fűszereket, srácok, ez fűszerbomba. Ennek pont az a lényege, hogy ez fűszerbomba. Olívaolaj, extra szűz, mivel öntethez használjuk. Annyi, hogy szépen elfedje nekünk a dolgokat. Igen, ez nagyon sok olaj, viszont az, a jó minőségű extra szűz olívaolaj nagyon-nagyon egészséges, és használjátok nyugodtan. Vörös borecet, abból csak egy picike kell. Hogyha szeretitek, tehettek hozzá például kapribogyót, ugyanúgy feldarabolva, mint a lancsovíz. Ugyanaz a lényege, ezt a sós umami ízt adja majd az önteteteknek, nagyon-nagyon fincsi. Tehettek hozzá egyébként friss csirit is, ami inkább már úgymond a chimichurrira jellemző, ami egy hasonló ilyen zöld szósz, de az inkább koriander és chili alapú, az a mexikói változata a salsa verdének. Én most nem fogok ehhez kifejezetten chilit adni, mert hogy maga a nyoki az lesz chilis. Szépen elkeverjük. Mindent jól összedolgozunk. Kitartás neked, Imika, jó munkát! Szia, puszantás! Halszósz használom, de nem feltétlenül a halíz. Egyébként azt kell mondjam, hogy a halszósznak egyáltalán nincsen halíze. Annak, aki még nem kóstolta, annak mondom. Kész a lecsó sertéspüri? Nyom, nyom! Na, így néz ki a szalszaverde, gyerekek. Félretesszük pihenni. Ez melegszik, úgyhogy jöhet rá egy serpenyő. Ebben már megsütjük szépen a nyokikat. Nem, a kolbászt. A nyokit szándékosan főzöm most így előre, ugyanis nem szószos kaját fogok csinálni, hanem pirított kaját, úgyhogy a nyokit majd egy kicsit ki kell gőzölni, hogy ne legyen nagyon-nagyon-nagyon vizes, amikor majd belerakom a serpenyőbe, és akkor szépen meg fog tudni majd pirulni nekem. Olyan fogok zabantani, hogy jaj. A fokhagymát félrerakom, a paprikát félrerakom. Akartam belerakni kárkáposztát is. Hát, hogy rakok egy kicsit. Legyen még egy kis zöld. Soppanós. Miért nem? Miért ne? Miért ne?
Szára nem kell. Takalalala. Neki sem kell a szára. És mivel ez a petrezselyemnek a szára is nagyon-nagyon-nagyon finom, viszont a szalszaverdébe túl kemény lenne, ugyanis nyers marad, most fel fogom darabolni és bele fogom rakni a nyokkiba, így módon nem pucsikolok semmit. Ugye ez eléggé zsenge, úgyhogy egy nagyon-nagyon pici hőkezelés bőven elég neki, amit meg fog kapni majd így együtt a kekáposzta levelekkel, plusz a petrezselyem zöld szár, ez nagyon-nagyon jó zöld fűszer, úgyhogy fincsi lesz tőle a kocsi. Nagyon béna vagyok ma a késse. Ups! Hiá, Roli! Éppen készül a reggelim. Csinálok kolbászos nyokkit. A család neked is, mert hazaérsz. Hogy telik a napod, mi újság? Ja, by the way, Rui cica olyan szinten ki van ütve, hogy az valami hihetetlen. Most, amikor fölkeltem, 3:11-kor, akkor azért fölkelt. Akkor fölébredt, és egy kicsit mérges volt rám, hogy anya, mit képzelsz, hogy fölkelsz. De ahogy fölkeltem az ágyból, oda telepedett a meleg helyemre, és azóta alszik. Ki van ütve, szegényként. Ez is kérek, srácok. Lúzi fújás lesz mindjárt, mert kezdek dugulni. Miközben jöhetnek a kis kolbászaim. Még alá nem teszek olajat, mert hogy eléggé olajos lesz. Jó, folló a szelpi. Szóval forró a serpi. Szépen ki fogja engedni a kis zsírját. Muzikujás, elnézést. Na jó, lehet, hogy kell egy pici olaj. Olyan. Oh, ja. Pici füst! Nyokkik közben elkészültek, följöttek a víz tetejére. Majd leszűröm. Hagyom őket egy picit kigőzölni. Vannak az én kis kolbászaim. Szépen meg vannak sülve. Félreveszem. És ez kell nekem. Ebbe szuperforró zsírba, / olajba, ami ugye fűszeres, ebbe jöhet bele a nyokki. Elfelejtettel a gyümit, nem mondod komolyan. Te kis bolond. A nyokkit, bocsánat, füstöl. Egy kicsit törődök. A nyokkit, azt ugye beleforgattam a zsírba,
és nem piszkálom, hagyom, hogy megpiruljon. Erre jöhet a fokhagyma. Csak így a tetejére. Jöhet egy pici bors. Ugyanúgy csak a tetejére. Jöhet a napszarított a paradicsom. Némi paprika. És kell káposzta fele, és is hagyjuk szépen békén. Ugye egy picit meg tudjon pirulni a nyokkink. Figyeljünk, hogy ne égessük meg. Oh, nice! Jól néz ki! Ja, kolbász a tetejére. Ki ne maradjon. Ezeket félre rakom majd Roli adagjához. Fordítás. Oh yeah, baby! Oh yeah! Onda nézzetek, milyen szépen meg van pirulva? Gyönyörű! El is zárhatom. Na már most, a fokhagymának nem lesz ideje igazából nagyon megfőni, így ennek nagyon erős fokhagyma íze lesz, amit még szeretek. De hogyha szeretnétek jobban megfőzni a fokhagymát, akkor nyugodtan pirítsátok le egy kicsit az olajban, mielőtt közelrakjátok a nyokit. Vigyázzatok, hogy ne égessétek meg, de meg lehet csinálni igazából. De én úgy szeretem, hogy egy jó sem fogadnak. Kézzel van! Ha nem dumáltok annyit, mint én, akkor ez a kaja 15 perc alatt kész van. Tálalás nem a best of, úgyis gyorsan meg fogom enni, úgyhogy ha-ha! És jön a chimichurri. Nem, salsa verde. Így olajostól, mindenestől, ne sajnáljátok. Csinálok fotót, mi? Csak az mosogat igen.
Kéztörlés. Telefon. Igen, tudom, Roli Bál, hogy én vagyok a legjobb. Gyakszem. Hogy kerül? Oda levél. Voilà. Köszönöm szépen, meg lesz a jó étvágy. Nem tudom mennyire. Lehet majd hallani. Halljátok? A külseje ropogósra van sülve. A belseje puha. Ó, jó fokhagymás! Nice! Lehet hallani? Jó kis kocogósz. Ez a lényeg. Úgyhogy, srácok, nyokkit nem csak szószosra lehet csinálni, ilyen jó kis ropogósra is meg lehet sütni. Ezt lehet lefogom. És persze a kobászka is. Ropogós! Ez a friss szalsza verde rajta. Elfelejtettem extra chilit rakni bele, de kellemesen csípős, úgyhogy jó lesz így. Következő áldozatokat előveszem. Nem tudom, mennyit fogok majd csinálni egyébként. Nem tudom, Roli, itt vagy-e még? Szevasz! Prime, mizu. Most láttam csak, hogy írtál, elnézést kér. Kicsit variálok majd a sörtészta receptem. Szegény Roli szerintem mindig fél, amikor neki állok kísérletezni, mert két végkifejlet lehetséges. Nézd ki, amit alkottam, vagy nem meg ezt a szart. Ahogy ő szokott fogalmazni. Nem tudom ennek mi lesz a végeredménye. Az a jó. Ezzel fogom csinálni. Köszönöm szépen! Hello! Hú, Leila, azért nekem is voltak már vakvágányra futott kísérletezéseim, maradjunk ennyiben. És? Rújbár, nem csak almát akarok sütni. Akkor nem kell tereg ennyi alma. Hanem ananászt is. Kipróbálom, milyen az ananász így. Szia, te vagy, mizu. Ugye, szerintem is beválhat. Figyelj, igazából gyümölcsöt fogok sütni. Gyümölcs sörben. Úgy kísérletezésből lehet tanulni. Azon gondolkoztam, nem tudom ki volt itt akkor, kicsit ezt még visszakapcsolom, amikor cetlire ráírkáltam, hogy milyenféle alapanyagok vannak itthon, és abból húztam ki ötöt, és abból főztem. Na az a rész, gyerekek, az nagyon jó volt. Lehet, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy jövő héten
Jövő héten nem tudom, hogy lesz a főzős hó, srácok, mert nem tudjuk kulitica, hogy lesz. De a következő főzős hó szerintem majd úgy lesz, hogy megint ilyen random alapanyagokból lesznek receptek. Ennek eléggé édes kis íze van, azért gondoltam erre. A sörvénye semleges, viszont van egy keserű utóíze, amit én nem mindig szeretek. Ennek nincsen keserű utóíze, ennek gyümölcsös íze van. Picit, hát lehet, hogy picit savasabb, mint a normál sör egyébként, de szerintem tök jól fog működni az almával, főleg mert ugye magát a tésztát is fahéjasra akarom csinálni. Tehát nem csak ilyen alla nature sörtészta lesz, hanem így a gyümölcs büféjel, és gyümölcs ciderből fogok készíteni fahéjas sörtésztát. Úgyhogy lesz rajta még egy ilyen extra csavar. Nagyon jó volt! És így akkor nincs az, hogy azon kell gondolkoznom, hogy mit főzzek. Kihúzok megint 5 random alapanyagot, aztán kísérletezzünk. Legjobb! Az a baj, hogy az nem spontán. Shadow, az nem lenne spontán. Reggel azon gondolkoztam, de reggel délelőtt. Azon gondolkoztam, hogy mikor csináltam utoljára Sorsa Verde-t, de nem is emlékszem. Miről beszélsz, Roli? Na, miről beszélsz? Én soha nem csinálnék olyat. Kikérem magamnak ezt a rágalmazást, Roli bár. Na. Én nem vagyok olyan. Lejla, védj meg! Valaki álljon már az én oldalamra, gyerekek! Lejla! Hát ilyet! Még hogy én! Én! Most nehezen védhető anya! Olyan kreatív tudsz lenni, most legyél kreatív, légy szíves! Állj a védelmembe! Légy szíves! Hát ilyet! Hogy merész elég, Olivá? Hát ilyen. Kérni fogom a BMW leves? Hajrá, hajrá, Sadó, hajrá! Ne csak zaválj, hogy dolgozzak is. Az a baj, hogy nekem nincsen alma kivágóm. Ugye félbe kell őket vágnom. Rolj, bár neked volt valahol, ne? Valahol volt. Várjátok, volt valahol. De nem emlékszem, hogy valahol is használtam volna. Hol van? Harry Potter kabort? Pillanat, srácok.
most itt jön. Mászni a Harry Potter kaborba, ami az a, tudjátok, ez a lépcső alatt a kis szekrényke, mint a Harry Potterben. Ó, oh, Leila! Na nézzük, hogy benne van-e az almacsumázó. Ha megint kocsra szövegem. Tiszta homály van, amikor fölveszem. Rolibá! Elmondod a srácoknak, hogy hol van a legkisebb pogácsa szaggatóm? Vagyis, hogy miért nem van? Én is kölcsön adtam Rolinak. Van ez a set. Ez. Ebből hiányzik a kettő legkisebb. És a legkisebb, az pont tökéletes lenne erre. Soha többet nem adok neki kölcsön semmit. Na. Szakad az, persze, Rolibá, persze. No, Rolibá, ebben nincsen. Nincs ott az alma csumázó, lehet, hogy ebben a fiú. Valószínűleg az idő alatt, amíg én mindent áttúrok, az almacsumázó, már régen kicsumázhattam volna az almákat, de megnézem. Cica meggyógyult? Igen és nem. Most ez így hülye hangzik, de az állkapcsa, az elméletileg most már nem szorul orvosi kezelésre, maradjunk ennyiben. Meg volt a harmadik állkapocs műtétje is, aminek végeredménye az lett, hogy ki kellett venni egy darabot az állkapocs csontjából, de tud egyedül lenni. Na, nekünk van! Nekünk van ilyenünk, gyerekek! Ha! Én is felejtettem, hogy van ilyenünk. A szemműtétje az most pénteken lett volna, de hétfőre kellett halasztani. Úgyhogy hétfőn még lesz egy műtétje a cicának. Utána elméletileg már nem lesz több műtétje. Azt mondod, hogy ezzel szaggató mellett van? Rolibá.
Egyetünk milyen gyakran használjuk azért az alma csomázót, és tudjuk, hogy hol van. Viszont, Rolibá, jó hír! Megtaláltam a kis szitámat. Yay! Jó! Annyi konyhai eszközünk van, gyerekek, hogy ez valami hihetetlen. Itt van Rozi! Jó van, hát ez nem ért hangszórót, srácok, úgyhogy fél almák lesznek. Ja, van egy. És volt be, mit tettél? Ennyi, Petra megmondja a tutit. Hát valahol megvan, srácok, csak ezer éve nem használtuk, aztán nincs meg. Kis-kis. Este geszti megoldja. Nem lesz olyan csini, de hát ez van. Csak az nem, ami kell. Majd amikor valami mást keresek, egyébként a poén az, hogy ezt fél órán át kerestem minden fiókban, és nem találtam meg. Most, hogy keresem az almacsomázót, instant megtaláltam. És itt volt abban a fiókban, ahol lennie kell egyébként. Erre varratok gombot, mert én nem tudok. Ez ilyen Murphy törvénye. Na, beleáll-e a kés a kezembe, vagy beleáll-e a kés a kezembe? Házi mondom, oké, ennyi! Akkor igen, vagy az Shadow, vagy az. De egyébként, hogy fönt van valamelyik dobozban, mert fönt az emeleten is tartunk konyhai / sütő dolgokat. Mert hogy mi ilyen kis horderek vagyunk. Hát szerintem két már rég lesz. Emeletre meg kéne hámozni, de én nem fogom meghámozni, mert nem szeretem eldobni az alma héját. Elvégre a héjában van a vitamin. Közben leszűröm az ananászt, aminek a levét nem dobom ki. Nem holderek, megszállott gyűjtők! Azaz holderek. Forda hold, ennyi. Csenni marok volt és ilyen filmem. Tényleg volt valami. Streameket szó szerint tanul lehet belőle. Köszönöm. Jaj, cuki vagy T-Rex, köszönöm szépen. Hát figyelj, ha más nem, elrettentő példa biztos. Biztos, hogy vagyok néha. Szoktam alkotni olyanokat, hogy oh my. De ez egy a főzésben, srácok, hogy lehet tanulni belőle, hogyha elég bátrak vagytok kísérletezni. Hol van? Mostanában nem tudom, hogy miért, mert már ezer éve nem láttam a filmet, az Indiana Jones Frillada fosztogatói betétdalát szoktam dudolgatni. Hogy miért? Fogalmam nincs.
Ilyesmi szelet kéket vágunk. Mehet oda. Nem dobunk el semmit, megesszük. Erre jöhet a fának a héja. Hejjajjajjajja. Citrom. Csak egy pici. Szakasz íze kedvéért. És? Ez egy eléggé savanykás alma. Nóka, nálad mi történt? Jöhet rá egy pici cukor. Ezt keverjük. Valamennyi levet fog ereszteni. Ami nem baj. Tadám! Ó, Teres, nagyon szépen köszönjük a csatlakozást! Üdvít nálunk! Reméljük jól fogod érezni magad. Zöldöm! Nyoki kolbásza, pesto. Figyelj, egy helyre kerül, nem? Ott is összekeveredik. Shadow, a szokásos szöveg az kimarad. No! Hashtag esti manac. Kell majd nekem egy előke. Üdv újra, Prime! Upsi! Szóval... Ez majd kell az olajnak. Kell nekem egy tál. Ebben keverjük a tésztát, amit, aki szokott minket nézni, az tudja, hogy én nem szoktam méricskélni. Mondjuk legyen... ennyi. Ehhez most száraz a jöhet a... Ugyanis... így tudom a legjobban elkeverni, mert a...
kell csirkemenzesz. Jobb, hogy nem törtem fel. Igen, már másodjára köszöntem. Ezt a féle stalkonyhája. És ez a jó verzió, ezt szerintem mind tudjuk. Tehát lehet előkötsz, vagy... Nem, azért ez nem igaz, azért. Ez nem igaz, gyerekek. És most jön az igazi gyalázat. Tadám! Jó lesz. Ó! Hello! Vigyázzunk, ne keverjük túl, csak addig, amíg szépen összeáll. Picit lehet, hogy kell. Látjuk, mennyire marad az almán. Picit túl sok szájdert raktam hozzá, de akkor tudok majd még... hozzátenni lisztet. Ó, jó lesz ez. Lol. Hozzá egy kis extrát. Nyaha. Reméljük, jó lesz. Melegítsünk olajat. Csak egy olyan két únyi. Bőven elég. Megfőzött, én 10-szor szóval annyit látok, majd jözom. Miért járt volna itt? Prime. Ugyan már. Na. Gyatok. Még van benne egy kis buborék. Úgyhogy remélem jó lesz. Hanem akkor még kocsvasztok egy kicsit. Igazából, hogyha ugye összehasonlítotok engem bárki mással, aki főzni szokott. Aki úgymond igazi szakács. Egyrészt én igyekszek nem pocsékolni. Még az ilyen apró hülyeségeket is kiszoktam hangsúlyozni, mint például, hogy pucolsz meg egy gyömbért, mennyit dobsz el a gyömbérből, meg a hagymának a végét, mennyire vágod le, meg ilyen hülyeségek. Szépen azért, mert ugye én parasztlányként nőttem föl, sosem voltunk gazdagok. Úgyhogy, hát én úgy nevelkedtem, hogy amit meg lehet enni, azt meg kell enni. Tehát így igazából ennyi. Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Ugyanez a helyzet például a gombával. Én a gombát nem hámozom meg, mert egyrészt felesleges, másrészt pocsiklás, harmadrészt gomba íze van, tehát az a gomba része. Ugyanez a helyzet például az uborkával, azt sem hámozom meg, mert tök felesleges. A krumplit szeretem héjában felhasználni.
csirkecsontokat nem szoktam kidobni, a csirke bőrt nem szoktam kidobni, ugye abból tök jó alaplevet lehet főzni, meg ilyenek, tehát azért vannak ilyen kis spórolós trükkjeim, maradjunk annyiban, úgyhogy ja, én azért nem úgy főzök, mint egy hivatalos szakács, maradjunk annyiban. Jó, mit vágyad neked? Azért az más, te a vaj, tehát azért a... Egyébként, ezt majd ki akarom próbálni, a, nem tudom, ismeritek-e a pomelót, ez a ilyen nagyon nagy citrus féle, a, ez igazából a grapefruitnak az előde, igazából, ez nagyon nagy. És te, követek pár, jó pár ázsiai, mi az már? Hát nem szakács, mert nem szakácsok, háziasszonyok igazából, akik tradicionális ázsiai ételeket főznek, különféle országokból egyébként. És pont láttam egy ilyen receptet, hogy hogyan használják fel az egész pomelót. Nem csak ahogy a, hogy a húsát, a gyümölcs húst teszik meg, hanem mindent felhasználnak. A legkülső héját, azt a nagyon vastag belső fehér héját, meg ugye magát a gyümölcs húst, és ki fogom próbálni. Én nagyon szeretem az ilyen dolgokat, ahol ugye nem pocsékolsz el semmit, tehát ez olyan például, mint amikor levágsz egy disznót szerintem, az pocséklás, hogy kidobsz egy csomó részét, mert egy ilyen helyet fúj, az hozzá tartozik. Ha lejössz egy disznót, tessék megenni az egészet. Ugyanez a helyzet a csirkével. Én mindent megeszek a csirkéből. Az egyetlen, amit nem eszek meg, az a csirke szeme, mert az nekem valahogy fura, az, de amúgy minden más megeszek. Minden más részét megeszem az állatnak, de a szemét azt nem, azt így, én nem, az nekem... Az az egy, ami fura nekem igazából, de azon kívül tényleg szó szerint mindent megeszek. És ugyanez a helyzet az zöldségekkel, gyümölcsökkel, amit nem muszáj kidobni, azt én nem szeretem kidobni. Egyébként, ja igen, elfelejtettem közben válaszolni a kérdésre, a banán héját is meg lehet enni, arra is van egyébként recept, mint ahogy Leila is mondja. Nagyon sok országban egyébként megeszik a banán héját is, sőt, nagyon sok országban úgy készítik el, ugye banánból is többféle fajta van, van kifejezetten olyan, ami főző banán. Van, amit úgy készítenek el, hogy a héjával együtt szeletelik föl, és úgy készítik el, sütik ki, ez az amaz, úgyhogy meg lehet enni a banának a héját. Ugye, pomelo nagyon jó. Ó, nagyon jó a pomelo. Nagyon-nagyon szeretem. Csirke vagy? Yeah! Én nagyon szeretem a kakaserepörköltet, sőt a sertésherepörköltet is szeretem. Ugye, amikor sertéseket enyésztetek otthon, és van belőlük eszméletlen mennyiségű, és ki kell helyrelni a fiúkat, akkor azt nem kidobják, hanem megcsinálják kajának. És nagyon finom. Tényleg megeszek mindent. Úgyhogy nem sok minden van, amit kidobok. Nem szeretek kaját kidobni. Leila, ki fogom próbálni ezt a receptet, amiben felhasználják az egész pomelót, majd már lehet kapni itt a Lidlben pomelót, csak majd el kell menni. És hogyha jó, tényleg jó, akkor fogok belőle videót csinálni, Leila. Próbáljátok, kisrácok, nagyon jók az ilyen trükkök. Igen, az krémes, és nagyon finom, tényleg finom. Úgyhogy ja, tavaly meg lehet lenni a banának a ilyen. Ó, ez jó lesz! Ez fincsi volt. Itt, ó,
homo. Sertés zúzát, pedig a sertés zúza nagyon finom. Főleg a töltő sertés zúza. Nagyon finom. De a sertés gyomor egyébként tényleg nagyon-nagyon finom, kellemesen rágós. Ugye a pacal az marha gyomor, például. Ugye azt se szeretik sokan. Ugye, töltő sertés zúza, az a... Mi az már? Milyen sajt? Mondjátok már. Hát azaz, köszönöm szépen, nem teszem be a szomony disznó. Nem teszem a szomony disznó, ez is gyerek. Na tényleg. Ja, az a töltő sertés zúza. Na hát erre nagyon... Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, srácok. Legyen egy tesztalany. Ugye ehhez nagyon forrónak kell lennie az olajnak. Még nem. Látszik, hogy nem túl gyakran iszok. Azt kell, hogy mondjam, srácok, ennek tök jó íze van. Nagyon jó ötlet volt a cider. Tök jó íze van. Nem fényezni akarom magam, vagy valami ilyesmi, de tényleg jó íze van. Egyébként itt Angliában a sörök meg a ciderek sokkal erősebbek, mint az otthoniak, ez például 4%-os. Köszönöm, hogy ne égjen meg. Ó, Prime! Akkor én igazi disznó vagyok, mint ahogy azt láttátok az előbb is. Úgy eszek, mint egy igazi disznó. Én nagyon szeretem a sertés szívet. Húslevestek. Oh. 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 Jobban ment, mint józanul, mert nem stresszeltél. Mert nem stresszeltél valószínűleg azért. Vagy csak éppen mázli sorozatod volt. Sose lehet tudni. Hát azt mondom, sose lehet tudni. Szájdele nem jó kávé. Na, talán már jó lesz. Arra figyeljetek, hogy ne rakjatok egyszerre túl sokat az olajba, mert az nagyon lehűti az olajat. És ha túl hideg az olaj, akkor ragad össze. Meg oda, meg mindenhova. Szépen megvan a jó főzőcske. Készül a desszert! Majd kis cukik! Róla egyébként az ilyen sötétszában sült almát, azt már emlegettek ideje, de valahogy húzózkodtam tőle. Én nem is emlékszem, hogy ettem volna valaha ilyet, úgyhogy ez az első alkalom, hogy ilyet készítek. Persze, hogy gyorsan rögtön meg is erőszakolom a receptet. De hát én már csak ilyen vagyok. Látszik, milyen lesz.
Becsukom az ajtót, nem menjen be a polcon. Nagyon jó fahéj illat van egyébként. Tettem fahéjat a sörtésztába is, vagy inkább hívjuk cider tésztának, de így az almákat is megfahéjaztam. Úgyhogy... Jó, nézd neki! A disznópörét készítek szívem a pecsenyében, nyam-nyam. Eladtanak kellett a pénz, lol. Vagyunk ezzel itt fára. Esetem először az almákat, aztán meg kipróbálom az ananászt is. Érdekes lesz. Lejjebb vettem a főmérsékletet, mert kezd nagyon meleg lenni az olaj. Vörösboros marhakörűbot ma kedlivel. Habzsi dőzsi. Azaz! Habzsi dőzsi, az biztos hallod. Nyom-nyom. Adom a marhakörűbötet. Jó kis birkapörét kéne már majd enni. Igen, nekem ilyen hülye főzőlapom van, hogy elég nehéz azon kontrollálni a hőmérsékletet. Úgyhogy én úgy szoktam, hogy leleveszem az olajat a főzőlapról, hiába tekertem már le, mert idő, amíg ugye kihűl. Így a legegyszerűbb, hogy ne legyen túl forró. Most aztán lehet vissza. Így jól. Hát sikerült túl sok tésztát csinálnom szerintem. Thank you.
vannak az ananápok. Cukorral, de az almag nagyon savanykás, de most írom! Én ettem bárányt és birkát is. Hasonló az ízük, de a birkának sokkal érettebb, sokkal erősebb íze van. Nagyon finom mindkettő egyébként. Sokan nem szeretnek otthon készíteni, mert a birka húsnak, és van a fagyúnak, van egy meglehetősen erős, szokatlan, slash kellemetlen szaga. És az elveszi a legtöbb embernek az étvágyát tőle. De jól elkészítve nagyon-nagyon finom a birka. Kifejezetten szeretem az ilyen mindenféle török, arab, az ilyen közel-keleti birka ételeket, nagyon-nagyon finom. Ők tudják, hogy kell készíteni. Wow! Másként büdös. Másként büdös. Körülbelül ugyanazon a szinten vannak, maradjunk annyiban, de másként büdös, mint a faszal. Kíváncsi vagyok, milyen lesz az ananász is megsütve. Jó lett a tészta egyébként, szépen felpüfted. Hini nagyon. Kész faszalt, ugye azért szokták megabálni a faszalt, hogy elmenjen ez a szaga. Ugye, azért ez egy gyomor, tehát azért... Annak van egy jellegzetes szaga, maradjunk annyiban. De szerintem megéri a fáradozást. Erre leszek kíváncsi, srácok. Fenyő almára. Pineapple. Ha, de vicces vagy ezt ki. Benne van!
kísérletezünk? Akkor miért ne? Csináljuk rendesen. Ez a nagy lány. Jaja, egyébként a poén az, hogy egy kaktusz férjenek a gyümölcse. Annó munkahelyen csináltak takat a konyhán és lehet lent. Egy jártó csalmban rosszul lettem, pedig nem fogok kézzel hozzá. Van aki például a birtyának a szagát nem bírja. Nem csak hogy a nyers birtyának a szagát, hanem a kéz birtyának a szagát is. Érzékenyek el, de nekem a hagyma. Van aki kicsúr egy... Járni kicsit! Hogy tettél, papám? Szia, kicsám! Éhesek vagytok, kis cicáim? Mindjárt az anya kajcsit, jó? Jó, nagy babány. Thank you.
Bocsánat, srácok, csak gyorsan kamacskáznak enni. Melyiket kérje a cica? Azt? Hát az nem jöjj. Megy, kérje a cica, nem tényleg? Visszatértem, srácok. Bocsánat, csak nem akarom megzavarni Rui cicát, amikor eszik. Ilyen helyre raktam a tányért, pont útban van. Gratulálok, Esztike. Az ananász rohadt jól néz ki. Forró! Kitartás neked, kincsem! Szia-szia, köszönöm szépen, hogy benne estél! Pusi-pusi! Egy párat megsütök, aztán a többi az marad nekem csemegének. Na, még ezt a kettőt megsütöm, aztán ennyi. Elég is lesz. Au! Leköpött. Jéjjj, jól néz ki! Nézem, hogy ez a titja. Tegnap... Tegnap? Tegnap, igen, tegnap délután... Úgy nézett, hogy ráakadt volna az álla, eléggé fájt neki, valami történt, nem hagyta, hogy hozzányúljak, megoldódott magától a probléma, de amikor látom néha, hogy igazgatja az állát, aztán nem tudom, hogy mi van vele, de most egyébként eszik, hétfőn úgyis elaltatják majd, akkor mondom a dokinak, hogy nézze meg az állát, hogy nem a kiér vele. Valószínűleg ez még a beállási, átállási időszaknak a következménye. Hát nem lehet sokat kutyám. Úgyhogy egy picit izgulok a cica miatt. Nem sokat evett.
Hát... Majd hétfőn kiderül. Süssöknék, ne süssöknék. Elég lesz. Rengeteg. Elég lesz. Az úgy mindig túl sok kaját főzök, srácok. Mindig túl sokat csinálok. Azt mondom, hogy most megeszem desszertként, ezen majd maradulnak. Ühízom elején. Kész vagyok. Tökön lesz ki egyébként az ananász. Au, au, au. Mennyire látjátok a kamerán, látszanak a kis fahéj darabkák a tésztában. Nagyon baba. Porcukor! Forróbb szeretek enni, hogy gyorsan elolvad, de... Szerintem jól néz ki! Maradékot visszarakjuk, ezt még rászórjuk. Tadám! Jól néz ki! Azt kell, hogy mondjam. Látjátok? Mielőtt Leila beszól. Ez itt a reklámhelye Kopaberg. Ezt nem kapcsoltam ki. Nem egészen sörtésztában sült. Gyümölcsök. Na kóstolj meg az almát, arra vagyok kíváncsi. Az almát már megkóstoltam. Ez tök jó! Ja, maga az ananász eleve finom.
De a rajta lévő tésztának, ugye van egy pici fahéjas íze, meg érződik rajta ez a, ez a citrusos gyümölcs íz. És ez nagyon finom. Ezt próbáltok is, srácok. Ez nagyon jó. Majd megköszönöm Rolibának az ötletet. Ez tényleg fincsi. Igazából, hogyha azt nézzük, egy sűrű palacsinta tésztában kisütött gyümölcs. Úgyhogy ez gyümölcsös palacsinta. Nagyon baba. Próbáltok ki. Hogyha van almacsumázótok, akkor ugye normál almaszeletek is lehetnek kerekek, úgyhogy kicsit könnyebb bele dolgozni. Nem olyan kis macerás. De ez érdekes kísérlet volt, és örülök neki, hogy jó lett a végén, azt kell mondjam. Úgyhogy én örülök, ezt meg fogom inni. Az alkohol fertőtlenít, úgyhogy ez most nekem kell. És talán meghozza a kedvemet a tanuláshoz is, mert hogy én most elköszönök, srácok. Kész van a főzés. Kókis nasi. Aha! Nem fogyok órás nasi, ezt azért tegyük hozzá. Hát ugye cukros, olajos, meg minden, de ez nagyon jó. Én meglepődtem. Nem igazán volt kedvem ezt csinálni, de Roli kérte, úgyhogy úgy voltam vele, hogy miért ne. De tetszik a végeredmény. Hát tetszik. Megnézzük még egyet. Ups. Közben megyek és keresek valakit, akit megrédelhetünk, itt pillanat is jön vissza. Srácok, megyünk megjeleljük valakült. Éppen Bobol anya, úgyhogy majd fog köszönni hozzá én is szerintem gyorsan. Nincsen fogyókorás, most is szerintem kívül papír szállít. Ennyi. Vagy egy kocka. Az legalább ropog. De ez tényleg finom, srácok, úgyhogy próbáljátok ki. Ez nekem nagyon-nagyon bejött. Valakinek mondjátok, aki küldött beleteket, srácok, csak mindig nézzetek be hozzá mindenféleképp. Nagyon-nagyon cuki. Hogy mikor lesz legközelebb stream, azt nem tudom, srácok, ugyanis Rulinak hétfőn lesz majd a műtéte, és utána hazahoztuk majd, hogy akkor fogjuk látni, hogy milyen komoly felügyeletre van szüksége a cicának, úgyhogy nem ígérünk semmit jövő hétre. De Discordon, Facebookon elértek minket még mindig, ha unatkoztok, nézzetek fel a YouTube-unkra, van egy csomó videónk fönt, és majd írunk Discordon mindenféleképp, hogy lesz jövő héten, vagy hogy mikor lesz stream. Na, addig is legyetek jó kis szobatiszták, puszi pacsi mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, üdv az újoncoknak, és majd találkozunk. Addig, sziasztok!